Vissza is tértünk a második pályával, Dust 2 fog következni. Az első, első pálya egy viszonylag szoros mérkőzést ígért nekünk. 5-5-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán viszont a szó alig tudott kört hozni. Megemberelte magát a Vitality, és nagyon magabiztosan fejezték be a portugálok által választott Nuke-ot, és hát ezáltal hazai pályára kerül Apexék brigádja. Meglátjuk, hogy a papírformától elvárhatóan 2-0-ra be tudják-e húzni ezt az elődöntőt itt az Intel Extreme Masters Köln 2024-es állomásán, avagy esetlegesen Mutiriszék még tudnak egy kis borsot törni az orruk alá. Mindenképpen meg kell próbálják, és meg kell, hogy újuljanak. Ugye itt egy olyan pályáról van szó, amiről, amit beszéltünk is, hogy fregerős játékosoknak azért kedvezhet a szó, ez ugye CT oldalon, és már Erosdos azt hittem, hogy föl fogja tolni mindet, de csak lemegy Lower Tunnelbe. Tori pedig jumpspotol itt, esetleg a társának ezzel mondjuk segíteni is tud majd, hiszen hogyha esetleg ellövik itt magukat, hárman is, akik érkeznek majd, hát mondjuk Erosdosnak az a dual beret, az nagyon jó lehet ennyi játékosra, aztán abban háromból egy se. Hát igen, ezt nyugodtan is mutatták a ték, hogy erős a T oldal, ugye statisztikailag. És én attól tartok, hogy mivel most a Vitality T oldalon kezd, ha itt is kiépít egy akkora előnyt, amit ugye Nuke-on T oldalon hozott, ugye ott nem is kellett 12 körön keresztül játszani a fordulás után, akkor itt akár 2-0 is vége lehet, és hát nagyon türelmesen játszanak most, már mezék, megvan a nyitó is, és van még bőven idő, több mint egy perc. Hát a utility a másik oldalról elfogyott, talán a tűzerő nagy részét képezhető duál szintén elfogyott, idézőjelesen. Innentől kezdve a jó szerencsére, a jó szélre és az egyéni megmozdulásokra tud majd alapozni a szó csapata. Szükség is lesz rá, itt két játékosra fog két irányból rávonulni, öt player. Opa, Mutiris, egy! Rangers, kettő, Rangers! Ott van a következő is, ez már három frag összesen a két játékoson. Zyvu tud egy picit szépíteni, elhullik aztán Mutiris is, hirtelen 2v2. Nagykört megy a szó, de nagykörön van a Vitality is, Apex. Oho, nem lehet lerakni a bombát, Roman jön befele, Tersa is érkezik ablakból, Zyvu-nak a következő frag. Aztán viszont Story. Zyvu vagy Story? Ez még nem dől el, még egy pár másodperc hátra van. Zyvu táncikál az ablakban, Story pedig a kapuban, és végül összehozza a szónak ezt a pisztolykört, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lehet, hogy egy jó starttal indíthasson a portugál brigád, ami pedig talán még nagyobb győzelem, hogy a nyitó ellenére bombát sem tudott rakni a Vitality. Igen, én is arra gondoltam, hogy ez most mindenképpen kell a szónak, nem csak hogy a maga a kör, nyilván ugye az is fontos, de igen, itt a mentális hadviselésnek a megkezdése érdekében mindenképpen, és hát főleg, hogyha ezt az erős T-oldalt vissza akarják verni, illetve olyan szinten akarják tartani, hogy abból ne legyen sok kör, ne tudja sok kör átalakítani, konvertálni a Vitality, akkor kellenek az ilyenek, de ez a mentálnak is nagyon jó volt, és úgy lesznek beadja, azért ő az előző körben is kettőt vállalt, igen, most is oda teszi a magáét, és nem, nézd meg, nem áll meg, ki tolja, milyen tempóval tolja ki Undert, ugye ez mennyi információ amúgy a CT-knek? Zyvu, beesik neki a következő frag, és nyitva marad a kör. Itt Dust2-n ugye az a nehéz, hogy kitalálod, hogy honnan jön az ellenfél, igen, csak aztán ezt le kell harcolni valahogy, és talp alatnyi terület van csak itt az A-szájton, ráadásul nagyon jól hasznosíthatóak ezek a Tech Nine-ok. Ugye a közelharcban, hát meg is mutatja a Vitality, hogy micsoda tűzerőt képvisel, nem csak maga a fegyver, hanem a csapat is. És most az én internetem mente el, vagy nem, a producer nem, úr? Oké. Okay. Nem is. A mi gépünkben van a hiba, illetve nem is a kedves nézőkében. De nem vállalok hát, szerintem hát, nagyot azzal, hogyha azt mondom, hogy... Megnyerte a Vitality a kört, igen. Na, hát lehet, hogy most kicsit diavetítés lesz, nem? Összekaptuk az élőképet. Hát azért nem túl boldogok. Flames, Jézus, hát ez... Igen, nem, nagyon-nagyon nehezen viseli most a szó azt a fajta magabiztosságot, azt a fajta pimasságot, hogy a Vitality is játékosok játszanak, és érthető, ez talán igazából itt tegnap a Face sem igazán demonstrálta ellenük, nem volt meg az a tűzerő szerintem abban a Face-ben tegnap, mint ami most megvan a Vitality-ben, és így azért rögtön egy más párosítás alakul ki.
rögtön egy picit jobban jön a papírforma. Most egy kis szerencséje van legalább Mutirisznek, aki ott kocsimbuik elrontották a White British-ek a pozíciójára a Molotovot, viszont nem fog tudni kitáncolni ennek ellenére. Hát ugye, sőt Force ellen, ráadásul a Force-ban vannak ilyen gyenge körön, erozdoszék. Valószínűleg kellett, mert nem volt meg még a 2000 sem a bankban. Zájbu megy tovább. És hát ez egy flawless kör. Még fegyvert se veszítettek, lehet, hogy talán, pont nem láttam, már még HP-t se nagyon. A Vajtereti játékosai, és ami rossz hír, hogy most a következő körben, ugye mivel Force volt a portugál csapat oldalán, ugye a következő körben Eko fog érkezni. Ugye ne felejtsük, hogy már volt egy időkérdés, hogy jól emlékszem már rögtön itt az elején, ugye? Jól emlékszem, itt volt ott zene. Aztán lehet, hogy csak én álmodtam. Szerintem vagyok benne biztos. Nyúka tudja, hogy az első kör után kb. Érkezett. Igen. Na, megpróbálják ezt a mid-et challenge-elni? Hát, megpróbálják. Jézusom. Hát jó. Under időben jött, illetve akkor, amikor kellett, nem tudták mid-et feltolni a CT-k, úgyhogy így megadták a lehetőséget. Arra, és hát nagyon gyorsan elhúz most már a Vitality. Mindig ez jobb, tegyük hozzá, nyilván pisztolykör, forszolt kör ellen, meg most az Echo, tehát oké. Okay. 3-1, illetve 3-1. Na és akkor most van Erosdoszéknál. Hát Scout, illetve Sniper az még nem, Zájvú pedig misszel egyet. De legalább most már arról van információ, hogy van VP Zájvúéknál, úgyhogy ezt jó tudni. És azért nézd meg, azért még ott minden még ott mozgolódik, de én nem tenném mert Erosdoszék helyében. És így is van, mindet átengedik, ketten érkeznek B-re a CT-k közül, hárman pedig fogják át, illetve hát longot védeni. Apex és Mezi elfoglalták rövidet, és elég maga, szerintem Apex észre is vett valakit, huha, ez nem lesz kellemes. Bejég, sztori. Jaj. Ez nagyon-nagyon ingyen volt ez a nyitó. És megoszlik így a védelem 2-2-re, el van vágva a közép. Innentől kezdve pedig... Hát megint ugyanaz, mint a pisztolykörbe, hogy vagy meg tudja oldani a szócsapata erőből, izomból ezt a kört, vagy nagyon-nagyon nehéz lesz taktikailag ezt kivitelezni valahogy Spinks következő fregé után pláne, és hát nem is kell mondanom, hogy ezzel a duplával el is dőlt, főleg, hogy taktikai megfontolás pedig az, hogy visszamentek hosszúra, és hát igen, ráadásul nem is azzal a fegyverrel, amivel a legegyszerűbb eredményesnek lenni. Bizony. Én azt gondolom, hogy egyébként Spinksre nem lehetett panasz az előző pályán sem. Bár talán Apex volt inkább a húzó ember, de én azért azt gondolom, hogy az izraeli játékos letette, amit le kellett tenni az asztalra a legtöbb esetben. És hát killt követ, nem igazán van lehetősége a portugáloknak trédelni egymás után. 1v5-ben marad Erosdosz, és csak egy famasz tudna szévelni, de hát nem fog szerintem. Pozíciója is, mert... Wow! Oké. Kop. Hát, na, ilyet még nem láttuk úgyse. Ma, úgyhogy... Nem kell bemenni az ajtó, nem kell kopogni se. Hát kell lőni. Na, hát erre készül, igen, tehát ez... Hát, és maga biztosak látszik. Amúgy most már az, amit az Apex interjúban hallhattunk, hogy nyilván egy környék után az ellenfél pályáját követően most már azért még könnyebben mosolyognak az ellenfelek. Jaj, Mutiris. Ó, egy jó teget viszont kioszt Apexre. És menekülnie kell. Ez így mondjuk nem rossz. Mutirisnál van ugye egy darab scout, a többieknél. Többiek pedig nem vásároltak, szóval egy hero scout, ha mondhatjuk így. És sztori közel van Pakapunál, de nem tolják ki a flash hatására, úgyhogy most... Hát jó! Ahogy... Hát szerintem... Jó tanács a szósoknak, vagy a szójátékosoknak, ne álljatok a fakapú környékére. Egyik lesse. Na várjál. Jó dolog ott a kapunk keresztül lövöldözni, de még jobb dolog több freget szerezni a körön igen. Belül, Mezi. És ő is kapja falon keresztül. Nem tudom, mi van a szerveren, de van egy olyan érzésem, mint hogyha azok a kapuk nem rendereltek volna be rendesen. Lehet, ami glitch van, vagy... Igen. De már nézők között is hallottam egy-két kacajt. Igen. De nem azért, mert bohózatba illő, hanem tényleg ez hihetetlen, hogy két körön belül ennyi falon át fejes, vagy kill, és még hit is van. Ritka amúgy, hát kb. Ilyen én sem tudom, szoktunk ilyeneket látni, de azt is inkább, hogy a füstön, mert ott mindent is el lehet füstölni, meg kell is, és
át lehet túrni, ugye Bane is ninját, illetve a Pyramid Smoke-ot, vagy Red Smoke-ot. Na, a lényeg, hogy előnyben vannak, sőt, nem akármilyen előnyben vannak a CT-k, de egy tök üres B-site van! Zájvú! Ez mindig nem lehetetlen azért. Nem. Ez a B-site nem könnyen ritékelhető, de nem rosszak a pozíciók a CT-ktől, egyébként viszonylag közel tudtak kerülni tunnelben is, illetve ablakban is. Hát, csak aztán a tunnel-es kolléga elesik az ablakos úgy szintén, marad Mutiris egyedül egy scouttal, jó SP-vel a füst mögött, egyetlen egy pozícióból tud érkezni, és hát azért masszívan tartanak erre fel a White Ritisek, most pedig már meg is van az info. Egy kill Mutirisnek, viszont nem tudja, hol a másik játékos, úgyhogy innentől kezdve Mezinek nagyon könnyű a befejezés, és ne felejtsük el, ez egy 2v4 volt. Ami azért úgy indult, tegyük azt is hozzá, hogy nem voltak jó vásárláson a CT-k, tehát igazából ez még a számukra nagyon híz. Igen, kimaxolták, még így is ezt lehet mondani, sőt, hát sajnálhatják azt, hogy nem lett meg, mert valóban talán ők sem számítottak, hogy ilyen fegyverzettel, főleg azok után, hogy Zájvú megint osztott falon át, vagy illetve fakapun át egy killt, ezt így vissza tudják hozni és meg tudják fordítani, de hát igen, ez a pályának a szépsége, hogy B az szinte ritékelhetetlen. El még egy fokkal talán, állat is eléggé nehéz, úgyhogy nem tudom, mibe kapaszkodhatom úgy a szó, illetve ugye kiemeltük azt, hogy kellenek az egyéni teljesítmények, főleg ezen a pályán, és látunk megvillanásokat, de én úgy érzem, hogy egyelőre ezek még csak ilyen eseti megvillanások, még akkor is, hogyha van rendes fegyver, erős fegyver a kezükben a portugál játékosoknak, vagy hát, mint ahogyan, ha már éltél labdarúgós hasonlattal is, lehet, hogy erre is érvényes az, hogy annyit játszik, vagy annyit tud játszani a szó, amennyit a White Reality enged nekik. Talán ebben is van némi igazság. Igen, erre próbáltam én is utalgatni azért így most a pálya elején is, meg az előző napon is többször, hogy szerintem a Faze sokkal kevesebb fejfájást és sokkal több területet engedett szó csapatának, mint amennyit most a Vitality. És igazából azért Apex is kitért erre a mérkőzés elejé interjúban, hogy nagyon-nagyon sok fog múlni azon, hogy ők milyen teljesítményben, mert hogy a Vitality-sek milyen teljesítménnyel tudnak ugye megérkezni egyéni és csapatformát illetően is, és hát azért azt kell mondjam, hogy ugye Apex azt mondta, hogy az A játékukra van szükség, ha ez a maximum, és nincsen A+, meg A++, mint az energiafogyasztás illetően bizonyos háztartási gépeknél, akkor azt kell mondani, hogy ez tényleg az álljáték a Vitality-nek. Nem nagyon engednek területet jelen pillanatban a szónak. Nem hagyják őket szóhoz jutni. De szerintem ez már volt. De én még nem lőttem el, úgyhogy... Igen, te most azért még tudsz tüzelni, az az igazság. Itt, igen, csak hát a nézők mondhatják már. Már új hang, új nap, szó. Tudod? Hát akkor igen. Talán elfelejtik, villant a piros villanó, és akkor elfelejtették. Hát úgy Jerx is elfelejteni szíve szerint ezt a kört, illetve ezt a nyitót. Flames az, aki elhúzza. És hol máshol? Füstön keresztül. Természetesen. Na, mondjuk az jó, kéne egy második is, megvan Mutirisnek. Ezzel megvan az előny is. Ilyen talán még nem is nagyon volt az előző kört kivéve, viszont ott nem nagy fegyverekkel operált ugyebár a szó. Mutiris, róla kéne tudni, hát olvassuk már a killfeedet emberek, Sphinx és Apex. És hát hogyha az előző pályán mutatott formából indulok ki, mondanám, hogy volna esélye Apexnek, de aztán belenéz Tori LVP-jébe. Ott a következő kör is a szó csapatának, de azért elég gézzat csekszagú volt, maradjunk annyiban. Engem itt kellett azért egy-két egyéni hiba is, mondjuk főleg ugye egy shorton a, nem tudom, a smoke-ra vagy valamilyen utility-re felkészülő játékos, és itt Flames még hát nagyon szépen füstön keresztül, igen, és itt látjuk, Zájvú, ó, pont Zájvú az, aki ezt a hibát, jó, nem számított arra, hogy ennyire közel van Ásájton, és ilyen open space-ben tulajdonképpen, de ez akkor is egy hiba volt a Vitality részéről, de hát az előnye az még mindig kényelmes, pénz van bőven, és hát a firepower az még mindig megvan, most egy kör ide vagy oda, amilyen most elment a White Reality szemszögéből. Apex megnyitja a kört. Sajnálom, ott lesz a második is. Nem kell sietni, most kicsit vissza kell tartani. Sőt, még nézd meg, át is rotálnak még ketten. Mindet ott hagyják. Bane egy védő, én még azon csodálkoznék, hogyha megpróbálnának, és vagy nem megpróbálnának, elrotálnának. Mondjuk az a füst elmegy, akkor már talán nehezebb lesz Zájvúnak, de ő meg a VP-vel még tud itt mazsolál, csipegetni. Ezt most meg kell várni, igazából a Vitality-nek van még bőven utility-jük, úgyhogy azt el lehet kezdeni dobálni, azzal lépéskényszerbe kerül majd a szó, vagy hátba kell igazából
tolniuk szépen lassan, ott már lehet, hogy Ujjerkszerre is készül, majd pedig ugye ki kell nézegetni majd itt az érkező füstökön keresztül, ami ujjaj. Pedig hát sebzést okoz csak szerencséjükre egyelőre az ő oldalukon. Apex viszont Spinx-el egyetemben közel tud lopakodni itt az árakhoz, és vannak még bőven molotovok, úgyhogy csodálkoznék, hogyha Roman itt sokáig húzná. Így nem. Érkezik is rá a moló, hát ez nagyjából borítékolható is volt így. Flames. Az nem semmi. Azon gondolkodom, az a kör már biztos meg lesz a Vitality-nek, úgyhogy talán megengedik a nézők is, hogyha most így azon gondolatomat osztom meg, hogy tetszik ez a Dust 2, hogy abból meg örülök neki. Bár mondjuk egy Vertigo helyett jobb lett volna, de ez is a személyes véleményem. Ha már Infernohoz ennyire hozzányúltak, és ugye a C2 megjelenésével bekerült egy teljesen átalakított, hát nyilván a felépítése az ugyanaz, illetve a mapon alapvetően nem változtattak, de azért mégiscsak átesett egy nagyobb ráncfelvárásra. Én azzal, hogy a Dust 2-t visszarakták, azért a Dust 2-nek is tettem volna pár olyan módosítás benne, ami főleg mondjuk Ásájtot, most így hirtelen arra gondoltam, hogy most Ásájtot ezt így hogy véded meg egy ilyen? Tehát ugye erről volt is szó, talán te mondtad most az imént, hogy kevés a terület, mármint hogy a CT-knek, tehát amint megvan már felszaladtak ugye longon, egyszerűen nem kimész sortra mondjuk például, a CT-ről meg hogy? Tehát hogy, hát nem tudom. Igen, jó, az hát. Igazság az az, hogy tehát, hogy mondjam, több doboz ki. Az a legrosszabb az egészben, hogy ráadásul tudod is, hogy mi fog következni, csak nincsen területet honnan védekezni igazából. Igen. És főleg egy olyan szituációban, szájútól szép flick, de főleg egy olyan szituációban, amikor ember előnye van a téknek, annyira könnyen tudják magukat úgy csoportosítani, hogy egy játékos tartja a hátat, most ott fakapun, ha kijössz, nem tudsz fregálni ritékben, CT-ként. És hát a szájton megint csak nincs hol ácsorognod. No, középen sok pisztoly, Zyvum közeledik, Roman úgy szintén itt rövidről, és egyelőre nem tartja senki, de mindjárt kinézek ott buszmegállóból, Apex húzza el Romant, és szépen lassan, de annál biztosabban Vitality megszerzi a következő körét is, igaz, csak upgrade-elt pisztolyok ellen, nyilvánvalóan nem. Ez volt most a fő fókusz itt a szós játékosoktól, de hát lassan most már minden körnek lehet örülni portugál oldalról, és ezzel látom magam előtt, hogy ebből portugál győzelem születhet még. Igen, és ugye ahogy nő a különbség, most azt láthattuk is, hogy ami ugye Nuke-on a Vitality jellemzője volt, főleg támadó oldalon ugye az agresszió, de akár CT oldalon is, amit te emeltél ki, hogy azért egy-két esetben a CT oldalon is meglepték őket, hiszen ugye Apex is akár kint területet nyert gyorsan. Na, az úgy néz ki, hogy ez nem kamu, vagy lehet, hogy kamu videó lesz. Na nézzük, mi fog kipörögni. Szerintem valami lila. Nem lila. Hát ez... De legalább ez nem volt kamu, tegnap azért volt egy késnyitás, azért ez... Elvileg az is legit volt. Igen? Képzeld el. Aha, ott Banks is posztolt róla. Tényleg? Meg Twitteren láttam még képeket, igen, hogy csináltak is a sráccal, meg az inventóriáról ugye ilyen screenshotokat, képeket ott helyszínen, és elvileg tényleg akkor nyitotta ki. De igen, már én is... De hát az inventória, persze, hát egyszer kinyitja, amit felvesz videóra, és utána hiába nézed meg, hogy ott van az inventóriában, nyilván ott lesz, csak nem biztos, hogy akkor... Na mindegy, ugye a trade-bant rajta, és abból ugye ki tudott számolni. Ja, hogyha volt. Ja, mondjuk ez igaz. Apex közben. Hát, szétesett, én azt gondolom, ez a fegyveres kör ellen. Há. Gombot nyomni nem tud. Nem. A szó jelen pillanatban. Már füstölni se kell flames-ét, mert jut itt se kell nagyon. Nézd meg, hát alig egy darab, micsoda, négy ment ki Sphinx-től. És úgy van 5v2-ben a támadó oldal, hogy... Jézus! Na jó, most még egy uti, hogy azért legyen valami, valamit kelljen vásárolni. Hát ez... Nem mondom azt, hogy... Megérdemelt. Mutiris el sem mozdult CT-kezdve. Megérdemelt, nyilván ez a Vitality, és abszolút valós ez a különbség a két csapat között. Én azt mondanám valahol, nyilván ezt inkább csak így a szívem mondatja, hogy persze nem erre, nem ezt érdemli azért a szó, de hát előbb-utóbb jönnie kellett egy ilyen csapatnak, és hát a Navi se lett volna jobb, azt gondolom, vagy a Mouse. Úgyhogy hát igen, előbb-utóbb ez azért bekövetkezett volna. De az, hogy megszorongatni sem, azt egy kicsit igen, azt sajnálom. Azért annyit megérdemeltek volna talán, hogy hát Nuke első öt körében volt szorongatás talán, de igen, ott elkezdtek elbukni egy-két ugye ilyen nagyon szoros clutch szituációt, és hát nem tudom, hogy igazából mentálisan
kezdtek el ők lefelemedni, vagy a Vitality kezdett el mentálisan felfele kapaszkodni ezek miatt. De egyelőre azt látjuk, hogy nézzek, bármi, elenged egy lövést bármelyik Vitality is játékos, ez biztos, hogy tetemes sebzés. Yeah. A másik oldalra, 8-2, a legjobb forgatókönyv a portugáloknak a 8-4, és hát az se túl meggyőző. Nem, és egy Hero Scout-tal most ezt a fegyveres körrel ellen igazából nem tudtak balkliket nyomni, ahogy te mondtad, még dupla, semmilyen gombot nem tudtak nyomni, akkor hát ebben a körben nehéz lesz. És azt kezdtem el éppen mondani, hogy amit ugye nyúkon láttunk, az egy-egy agresszió, ugye most már azzal, hogy nő a különbség, ugye a szójátékosait, ezt láthattuk már korábbi körökben, ugye egyre inkább, Apex, gyönyörű szép fejes, arra ösztönzik, hogy kitoljanak részeket, pályarészeket, amit csak le kell várni az IV-éknak, tehát most már igazából nagyon agresszívan se kell játszaniuk, mert ahogy nő a különbség, egyre nagyobb a nyomás azért úgy széken, és egyesével hullanak el. Már igen. Nézők se nagyon újonganak olyan őszintén. Hozzászoktunk a látványhoz szerintem. Igen. Most már 11. köre. Ezt nézzük, ezt kapjuk. És ha belegondolsz, nagyon-nagyon durva, hogy a szónak a nyert két köréből az egyik az a pisztolykör volt, ugye? Ahol egyébként nagyon szép egyéni teljesítménnyel érkeztek meg, de igen. Fájó, hogy ezen kívül egyetlen egy fegyveres kört tudtak elhozni. Hát igen, elhiszem, nagyjából így. Így érzik magukat. Nagyjából így. Hát legalább a humor megmaradt. Az sokat segít egy ilyen vereségnél. Hát, és még azt se lehet sajnos mondani, hogy na majd akkor a fordulás követően tényleg élvezik a játékot, próbálnak arra gondolni, hogy elődöntőig eljutottak, ott van a harmadik, negyedik helyen, és olyan csapatokat vert, egyrészt vertek meg előznek is meg, akikkel lehet, hogy ők nem találkoztak, de ugye ott lesz egy Spirit, ott lesz például egy G2, tehát hogy mármint akiket megelőztek, vagy akik kiestek. Tehát azért önmagában, hogyha erre gondolnának, és mondjuk a fordulás után ezzel a mentalitásra szellemmel, tehát már nagyon kör nem lesz rá tulajdonképpen, úgyhogy szegényem még ezt sem fog valószínűleg megadatni, de hát én kívánom azért, hogy még legyen mondjuk benne egy ilyen 3-4 kör mondjuk a támadó oldalba, és akkor egy 13-6-tal mondjuk, hogyha vége lesz, akkor szerintem azt mondják, hogy jó, oké, ez meg a Vitality pályája volt, és inkább a nyugodt sajnálhatják, így ki lehet kapni akkor a Vitality-től. Remélem még lesz benne egy-két kör a szójátékosainak, mert azért búcsúzóul azért az nyilván nekik is jobban esne. Igen, egész biztosan, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem, ez most ilyen könnyű lesz. Nem, az a baj, hogy tehát ahogy beszéltük, ugye őket sokkal tapasztalatlanabb csapat, és hogy mondjam, ha más nem, akkor azért hatalmas a nyomás rajtuk, mert hogy most végre eljutottak már idáig, most végre belekóstoltak ebbe is. Tehát ameddig 30 ilyenen nem mész keresztül, addig szerintem hát sokkal jobban nyomaszt. Ez az egész most már pályahátrányból szerintem egyre nehezebb és egyre, hogy is mondjam. Tehát az, amit mondasz, hogy megtalálni azt a fajta mentalitást, hogy jó, vissza lehet még jönni, vertünk meg jobb csapatokat, stb. Ezt nagyon-nagyon nehéz így megtalálni, főleg a mérkőzés kellős közepén, főleg amikor bucira vernek, tehát hogy... Hát azt akkor lehet elhinni, mert ugye eddig működött, csak akkor ugye nem ekkora különbségről kellett adott esetben visszahozni. Ebben is kell tapasztalat, ahogy te is mondtad. Lehet, hogy sok ilyen mérkőzés lesz még a szó esetében, és kívánom is nekik. Közben mezék megint megkezdik, na úgy röksz egyet el tud, ugye tud szépíteni, és a sztori eléggé... Jó, mint ugye érezni, nézd meg, ja. Érzi is, mezi. Gyönyörű szép. Na, ilyenekre kell fölkészülni, és ilyenekben még bele kell majd menniük, vagy rohanniuk a szójátékosainak, és lehet, hogy majd lesz egyszer egy olyan mérkőzés, ahol valami nagy csapat elhúz el, vagy már addigra ők is nagyok lesznek nyilván. Közben egy 2v1, Erosdosz akár még ezt hozhatja is, de hát longról nem fog számítani, most már igen. 17 HP-val az nagyon nehéz, újra töltés közben. Úgyhogy 10-2-vel fordulunk, ami egy... Maga biztos, hát ez már nem kérdés, hogy igazából ez a pálya, illetve ez a mérkőzés a Vitality neve mellett fog landolni. A kérdés igazából az, amit az előbb is fejtegettem, hogy a fordulást követően azt a pár kört, azt a pár szépítőkört, szépségtapaszt, így búcsúzóul a szó be tudja húzni. Én bízom benne, meglátjuk. Körülbelül 2-3 perc is érkezik a második félidővel.
hát azzal érkeztünk meg ide Dust 2-re. Én legalábbis azzal érkeztem meg ide Dust 2-re, hogy a nyúk első pár köréből kiindulva, ha esetleg a szósok megtalálták a Szent Grált a két pálya közötti szünetben, akkor lehet, hogy ugyanúgy egy szoros félidő elé nézhetünk, mint nyúkon. Plot twist, nem találták meg a Szent Grált. 10-2 a Vitality-nek, már csak 3 kört kell védekezni. Oda-vissza, most nem az ajtón keresztül, hanem a pici résen keresztül lövöldözi egymást a két irányító, Mutiris, illetve Apex, de igazából a fő csapás irány az nem erre fog jönni majd a portugáloktól, hanem hosszún, ott viszont Flames bújik pitben. És kérdés, hogy rá fognak-e píkelni, tartják amúgy, de nem fognak teljesen lenézni, így meg aztán pláne nem. Apá! Így most már fotolva lehet, úgyhogy kettőt még el tud így is húzni. Ajaj, hát ezek a hibák nem férnek bele. Mezitől közben ugye a 4 HP-s Mutiris is megkapja a magáét. 4v2, ami lassan már 4v1-ról mennek, 8 HP-ja van. Hát ott folytatja a Vitality, ahol abba hagyta a mészárlás tulajdonképpen. És hát ugye tegyük hozzá, hogy így nagyon úgy néz ki, megvedem kockázatot, hogy plant ebből nem lesz. Nem is lett. Úgyhogy hát 11-2 és most igen. Mit csinálj mondjuk a ték helyében, ha még ha tényleg csak szépíteni akarsz bizonyos pár körbe húzni. Ugye abban az esetben most azt mondaná az ember, hogy egy jó, hát akkor forszolni kell. De az nem lenne egy igen jó vásárlás, akkor ugye meg lenne a 12. nagy esélye a Vitality-nek. Mondjuk fegyveres kör ellen is megvolt egy csomó kör. És akkor meg az utolsóra nem maradna pénz. Vagy most Echo, igen, forszoltak. Meg is kaptuk a választ, és hát Tech9-ok. Amivel azért lehet alkotni, meg egy megtennel. És lehet, hogy látunk végre egy gyors kört, ami azért a nyúkon működött. Besorakoznak Lower Tunnelben, és megpróbálnak talán mindenki popolni. Jó, viszont abban nem vagyok biztos, hogy Spinks a füstön keresztül nem pillantott meg valakit, ahogy szétlőtte azt. Hát minden esetre Apex egy frege. Ó, viszont Spinks is elesett, nem csak Apex. Már csak Mezi van itt a B-rakón, és egyelőre szépen lassan tudnak bejönni. Utilitket használva szó játékosai, Mezi duplázik viszont, és túl korán érkezik meg Mutiris lurkje, így Zaivu le tudja őt kapcsolni. Egy Frag Story-nak. Jó lesz ott a moló is. És megvan végül a szó harmadik köre. Itt lehet az a pici szépség tapasztalás, amit kértél. Na, köszönöm szépen. Akkor még egy kettőt, hármat legalább kérnék szépen. Plant ugyan nem volt. Egy kis plusz pénz az hiányzik a bankból, de legalább a köröd megvan, és így meg egy kimentetlen, így is ne felejtsük el. És hát elvett fegyverek is ugye a másik oldalon, tehát itt most a CT-k nem lesznek jó köröm. Minden igaz. Hát felemás, de hát hányszor láttunk már ilyet, egy darab Hero Scout és CZ-k meg Dezik, ugye? Nyúkom, ez így felsejlik. Igen. És Erosdos. Na de azért most agresszívak az a portugálok, és meg az Erosdosnak a nyitó. Na. Talán még itt valami, nem mondom azt, hogy a comeback, de ez egy tisztes eredmény azért itt még Dust 2-n. Igen, ezt talán kilátásba lehet helyezni. Mezi. Szép fejes. Hát, talán ha egy lövéssel hamarabb jön, akkor még a másodikra is van ideje rendesen reagálni. Innentől kezdve megvan a B-rakó a szónak, meg lesz a negyedik körük is ezáltal. Nem hiszem, hogy neki állnak majd vadászni, úgyhogy valószínűleg a Vitality-sek pedig menteni fognak. Ugye náluk marad egy Scout, egy Dezi, egy CZ. Azokkal azért lehet mit alkotni. Talán még azt látom magam elő, hogy Flames majd ott előbb-utóbb kijön a kapunk keresztül, és megpróbálják eltékelni azt a fegyvert, amit ott lelőttek, ugye középen Roman hullajtott el, talán egy Galiot, nem Galiot vagyok volt, benne igen. Biztos. De egyelőre egyébként ezt fedezik is a portugálok, úgyhogy lehet, hogy ők pedig ezt nem szeretnék hagyni feltétlenül. Még lehet ebből végül is killváltás. Apex, hát igen, ő sosem arról volt híres, hogy esetleg ne kockáztatna meg ilyen dolgokat. Valószínűleg bele is fog nézni a Rostoszba. Na. És hát itt azért borítékolható volt, hogy a Galil erősebb lesz, mint a CZ. Úgyhogy be kell érni a Vitality-nek két kimentett, hát idézőjesen fegyverrel, egy Scout és egy Dezi ugyebár. Tehát még mindig akkora és annyira tetemes a különbség a két csapat között. Nem csak a pontokban, hanem a magabiztosságban, az egyéni megmozdulásokban, a csapat koordinációban, hogy hát ez egy borzasztó hosszú út visszafele. Tény, Roman. Az ág is húzza. Igen. 2-15-ben. De erre a körre is van esélyük amúgy, mert most ugye ekóznak Meziék.
És van egy-két upgrade-et, sőt egészen mondom, csak egy upgrade-et. De ez így, ja nem, ez a kimentett, bocsánat. Egy ketten élték túl, Zayu, illetve Flames. Zayu kezében még ez a scout is veszélyes tud lenni, és nézd meg, hárman van, sőt négyen vannak itt amúgy Alsight-on. Nagyon jó a tag amúgy Erosdosra, kellenek a killek a Teak részéről. Eljött Flames, jön egy. Jönnek a válaszok, 2v3, Zayu még mindig életben azzal a... Az TK? Nem. Pillanatra azt láttam. A bomba lekerül ára, úgyhogy akkor ez... Hát megpróbálhatja Sphinx, mert igazából nincs mit mentenie. Abban a szemben talán még jó is lenne megpróbálni, hogy egy-két fegyvert, hogyha el tud lőni esetleg mondjuk. Hát nem tudom, azt nézem, hogy AWP-vel... Ugye sztori, hát ő kocsinál, az egy jó pozíció. Onnan is inkább eljön. Hát esetleg Mutilisnek meg AK jön, úgyhogy nem, ez így nem jó, nagyon jó felállást hagytak meg a ték. Kiküldték a Galilt, illetve az AWP-t long felé, és akkor az AK meg... Na? Nem. Ott van az ötödik is, és hát akkor most lesz nehéz. Tehát még mindig csak meccs, illetve mappontra juthat ezzel majd a Vitality. Viszont ha ez se lesz meg, akkor azért azt mondhatjuk, hogy az már egy... Hát lőtávol, de... De ezek inkább... Hát itt inkább ugye a Vitality múlik. Egy éles lábú, sasszemű focistának. Lehet, hogy hát, hogyha ez megvan, de... akkor utána valószínűleg megint egy echo jön, és akkor olyan hát, 7. Igen, jó. 7. Igen, az még mindig négy kör különbség vagyok, azért. Jó, jó, értem, értem. Értem, de... Na. Hát egyelőre szépen lassan megy az ugrálás Xboxra. Mezi próbál belesebezni Jerksbe, aki a füst mögött foglalta a területet, ez nem jött össze, viszont egy jó vakítóval Sphinx kinéz, és nem lehet senkit, pedig vannak ott bőven szós játékosok. Jön vissza a jó vakító. Jó a kezdeményezés. Sebzés csak kapott Mutiris, hát jó, mondjuk vakon volt Sphinx. Na de, a raid boss, a Zayu még ott átcsorog Alsight-on, úgyhogy Ujjerks, hogyha itt benézelődik, hát igen. A timingot érzi. Igen. Hátra arc. Nem szeretnének Zayu-val foglalkozni. Érkezik egy base split, két játékos. B-rakon, Mezi már, Fregel is, és Apex nem biztos, hogy számítani fognak, hiszen alapvetően ugye Mezi a B-en kör, és Sphinx szokott még itt lenni B mellette, mindkét játékos halott jelenleg. Nem is néznek rá. Nem is néznek rá Apexre. Duplázni tud, és Zayu közbezúrt Fregével. Ez bizony egy nagyon-nagyon sima Vitality kör végül. Hiába az ember előny. Igen, ezeket meg kell tanulni. Az kicsit talán, mondjuk ez független talán a Vitality jelenlététől, vagy a játékosaitól azért oké, hogy mondod, hogy nem számítottak rá, de hát én úgy tanultam, nagyon jó mestereim voltak, vagy vannak, le kell tisztázni attól még, idő azért lett volna, és hát ez egy mondjuk eléggé alappozíció, tehát na mindegy. Nagyon. Hát itt azért a fókusz most már elment, nyilván aki most hoztak még pár kör, de alapvetően szerintem itt én kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy elfáradt. Tehát most jön ki a fáradtság rajtuk. Nem az, hogy nem aludtak rendesen, vagy ilyesmi, hanem azért egy ilyen menetelés, ez tényleg kell. Azért ment, tehát ez koncentráció bőségesen, és hát a másik oldalon meg ugye ott van a Vitality, akik azért mégiscsak egy top csapatról beszélünk, úgyhogy és hát közben, nem is esett szó, mérkőzés ponton a Vitality, úgyhogy mikor, ha nem most tudná befejezni, de hát még bőven van lehetősége, hiszen 7 körrel vezet a szó előtt. Apexek nagyon jó pozíciót tolnak előre maguknak. Mutiris viszont ott van és figyel. Hoppá, Apex is lebukott és nem is tudott trédelni. Mutiris csak elveszíti végül a gunfightot. Sphinx hátul platformon, Mezi nyitja a fregek sorozatát, Erosdosz válaszol és... Sphinxet is lekapcsolják, 3v2, ez valószínűleg egy újabb szókör lehet, ha csak valami csoda nem történik Vitality oldalról. Ugye ezt már beszéltük itt korábban, hogy B-rakót visszafoglalni. Hát 2v2-ben könnyebb, mint 3v2-ben. Flames gránátja pedig végzett a bombát telepíteni próbáló játékossal. Apex-től érkezik egy füst, hát ha valaki platon van, az le tudjon olyan egyszerűen játszani. Erosdosz csak csipizik egyet a bombán, de nem néz ki senki a Vitality-s játékosok közül. Na majd most... Jézusom! Story hol figyelt? Story, jaj! És itt a vége!
tökéletesen játsza meg már megint ezt a kört a Vitality az ember hátránynak. Ellentmondva csak megoldják a kört itt B-re. És ott a szónak három kör jutott a fordulást követően. Azért azt gondolom, hogy az is szép, főleg egy ilyen Vitality ellen ezen a pályán, ami a saját, mint a Vitality mappike volt. És hát ugyan most itt a Vitality ünnepelteti magát teljes joggal is róluk, szóval minden, hiszen ők jutottak be elsőként a holnapi döntőbe, de azért egy hatalmas nagy gratula, meghajlás, taps, minden elismerés jár a Szó csapatának, hiszen ha arra gondolunk, hogy milyen csapatokat vertek meg, illetve kiket előztek meg, akkor csak is elismeréssel lehet róluk beszélni. De ez most egy nagy falat volt nekik. De ha most eljutnak, és kívánom nekik, hogy azért legyenek ott a top csapatok között a következő eventeken is, akár az idei év folyamán, akkor azért ők még tudnak tapasztalni. Kell még tapasztalniuk, és akkor lehet, hogy hamarosan interjú pozícióban is állhatnak. Egyelőre győztesek állnak ott. Just talk us through that. Such a dominating performance. Well, yeah, today we saw what happened to FaZe yesterday, so we didn't underestimate them. They had like such a strong run and we were focused on ourselves and it paid off. It absolutely did. Talk me through that first map, because there were times you hit an ace, Zywoo was pretty unplayable. Well, yeah, I think once upon a time I have a live game, that was today. So great, it's a semi-final of Cologne. So to the haters, I love you. And yeah, it's just a good feeling to play in Laxes. It's gonna be my third final here, so no trophy yet, so hopefully tomorrow is the day. J'adore la haters. Just a word about that. A decade to be coming here, a third final and no win. What is that drive like to keep coming back here year after year? It's painful, mate. It's painful. Actually, this tournament for me is easier than Katowice in the term of results, because I had really shit result in Katowice. Here it's better, but no trophy yet, so hopefully I will get this one tomorrow. Beware whoever you play tomorrow. And just a word for the Golden Hornets. I've never known such noise in arena. The Bears are noisy, but the Golden Hornets. Well, they know what I think about them. They are just amazing, and I love being there. But one thing, well played to Seoul for being there. Like, I don't think they have that many players in Portugal, but never forget, Messi is the GOAT. Hey, there you go. Put your hands together for your finalists. Well, if you can sign the camera for us just here, not that one. Put your hands together. They are our first finalists here in Cologne. It is Apex and Vitality! Hát, amit mi is megállapítottunk itt kívülről, azt Apex is jóvá hagyta nekünk belülről, hogy hát van, amikor live game-en van, és ez ma volt igazából ott nyúkon, de egyébként azt gondolom, hogy Dust 2-re is értendő és érthető lehet ez. Valóban remekül játszott a Vitality irányítója. Elmondta, hogy az is kellett a sikerhez, hogy lássák azt, hogy mi történt tegnap a FaZe-zel, és igenis komolyan kellett venniük ezt a mérkőzést, oda kellett figyelniük a saját játékukra, és ez kifizetődött, nagyjából ezekkel a szavakkal illette a mai mérkőzést itt a Szó ellen. A Vitality, akik ezennel bekerültek a döntőbe, és ahogy Apex mondta, egyelőre még nem emelhetett trófeát itt Kölnben, és a helyzet az, hogy nem ebben az interjúban, de egy pár nappal ezelőtti HLTV-s cikkben olvastam, hogy még mielőtt visszavonulna, ő szeretne legalább egy majort és legalább egy Kölnt vagy Katowicét megnyerni, úgyhogy hát itt a remek alkalom igazából, ettől közelebb nehezen lehet kerülni, ugye vár egy trófea megemeléséhez, és hát az igazság az, hogy tényleg amilyen egyéni teljesítményekkel tudott operálni jelenleg ez a Vitality, és amilyen csapat performance társult mellé, azt gondolom, hogy azok, akik esélyes befutónak tartják őket itt a döntőre, amelyet a döntőnek a megnyerésére is, azok nem tévednek nagyot, és hát teljesen reálisak az elvárásaik ilyen irányban. Igen, és ugye azt is említette, és az abszolút látszottam, hogy szerintem a csapatok reakciójából, illetve a játékosok reakciójából egy nyert kört követően, hogy tisztelték valóban a Szó játékosait. Ezt ugye elmondta Apex is, hogy nem becsülték le egyáltalán, ugye látták a FaZe-eleni meccset, és amúgy hát vagy csak nem vágták be, de én azért úgy láttam, hogy persze egy körgyőzelmet követően megvolt a szokásos örömködés, de úgy valahogy nem a másik csapattal foglalkoztak, illetve azért a reakciók jó volt, valami portugíz beszólás, de pont Apex részéről, de alapvetően szerintem itt én éreztem, hogy megvolt valóban a tisztelet a részükről. Ennyivel jobb volt most a Vitality, és hát
Hát most egy eléggé hosszú szünet fog következni, ugye egy jó másfél óra, mondjuk a felvezető az még az előtte fog majd érkezni, ugye 7 órakor kezd a Mához a Navi ellen, ami hát szorosabb meccset ígér szerintem, de szerintem ezt a véleményt osztotta is. Mit vársz attól a mérkőzéstől? Ha és tegyük félre mondjuk a magyar, mindig tudom a magyar vonatkozás, de igen, ugye, ami direktebb, az ugye a Torzsi révén ugye Mához. Igen, nehéz egyébként. Én azt hiszem, hogy jó esélye van a Mauznak egyébként itt a Navi ellen, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a Navi ugye pont a Major-ön mutatta azt meg, hogyha egy kicsit így beindul náluk a szekér egy tornán belül, akkor nagyon-nagyon veszélyes ellenfelek lehetnek, és gyakorlatilag bárkit le tudnak söpörni a pályáról. Volt idejük készülni, és hát tudjuk, ismerjük a technikai stábot ugye a Navinál, úgyhogy én azért azt gondolom, hogy korrekt és nagyon-nagyon kemény felkészítésen estek át Alexi Békot, Blade, illetve Flash által. Nem lesz könnyű dolga szerintem Torzsiéknak összességében. Nagyon-nagyon szoros meccset várok igazából. Ha azt mondtuk a tegnapi féz szóra, hogy ez egy igen szoros mérkőzés volt, én még lehet, hogy attól is szorosabbra venném a figurát, azon se csodálkoznék, hogyha végig OT lenne, és nagyon-nagyon nehezen bírnának egymással a csapatok. Vagy ha ez az eredményben ennyire nem is nyilvánul meg direktbe, de azért azt gondolom, hogy a körökön belül valószínűleg azt fogjuk látni, hogy mindkét csapat hatalmasat kell, hogy küzdjön, hogy odaérjenek valahogy a döntőbe. Tényleg azt kívánom mindkét oldalnak, így ahogy mondtad ugye te is, hogy mindkét oldalról van magyar vonatkozás, hogy tudják a legszebb Counter-Strike-ukat nyújtani, és lássunk egy jó meccset tőlük. Így van. És hát ugye kérdés az is, hogy például, ahogy láttuk tegnap a Mouse G2-n, hogyha Nikót, ugye pont ezt beszéltük a tegnapi mérkőzésen, hogyha Nikót ki tudja venni, talán Impact volt, aki leginkább ugye az ő pozíciója mindig olyan volt, hogy Nikót tudta elsőként szinte kivenni. Ha ezen a mérkőzésen például Beat, aki ugye most nagy körülmény, vagy Wonderfult is megemlítettünk, vagy a bármelyik Navi játékos, de talán őket, kettőjüket emelném ki tudják iktatni, akkor a Mouse-nak lehet könnyebb dolga, de amúgy meg valóban szoros mérkőzésre számítok én is, úgyhogy hát ahogy látjátok, most már 48 perc még a felvezetőig, bőven van mindenkinek ideje kicsit szusszanni, frissülni, és hát mi átadjuk akkor a stafétabotot majd Doginek, illetve Vézinek. Én megköszönöm neked is a közös munkát, nagyon ritkán történik meg, de nagyon örülök neki, amikor ez így van, úgyhogy örültem. Én is. Remélem a nézők is jól érezték magukat, és hát további jó munkát Picibernek és a Kasztereknek, nektek pedig szép napot!